Szeretettel köszöntelek a második önismereti videóban. Kíváncsian várom a visszajelzésedet, hogy megcsináltad-e a korábbi feladatot a szerepszemélyiségekkel kapcsolatban. Főként az érdekelne, hogyha valami nagyon-nagyon érdekes dologra lett esetleg rálátásod ennek kapcsán. Most egy olyan módszert szeretnék megosztani veled, amit egy sorozatban láttam. Nagyon egyszerű, nyilván ezt magunktól is ki tudjuk találni, de ez egyben akár ennek a sorozatnak az ajánlója is lehet. A Netflixen megy a Grace és Frankie című sorozat, amiben Jane Fonda, a 80 éves színésznő játszik a barátnőjével. Elképesztően humoros, jópofa. Nagyon érdekesen boncolgatja az öregedés témáját. Ezt így érdekes volt nekem is a 50 felé közeledve hallgatni, amikor az ember kezd azzal szembesülni, hogy mondjuk már nem minden úgy működik a testében, mint korábban. És itt ajánlotta Frankie, aki az ilyen kicsit elborult, ezó, spiri, bio, nem tudom milyen nőci. Ő mindenféle sámán és egyéb technikákat alkalmazott magán és a környezetén a filmben, és ő ajánlotta Grace-nek, ugye Jane Fondának, aki a felhajtott galléros komoly üzletasszony, amikor volt egy problémája, hogy csináljon egy ilyen videó, nem is tudom, hogy hívta, vlogot, azt hiszem, a problémájával kapcsolatban. Tehát, mint ahogy én most leültem a telefonommal kapcsolatban, és elkezdtem erről beszélni, ha van egy problémád, amire nem nagyon tudod a választ, akkor kapcsold be a telefont, indítsd el a felvételt, és kezd el elmondani magadnak, hogy az a problémám, hogy... És akkor elkezdesz róla beszélni, és valószínűleg az fog történni, hogy olyan módon összefoglalod magadnak az egész sztorit, amit így belül gondolkodva nem tudtál volna. Tehát ugye ilyenkor az történik, hogy megfogod és kiteszed a problémát magadból, és egy picit ugye hátralépésből kívülről tudod hallani, tehát nem csak mondod, hanem hallod is, tehát hogy kevésbé leszel benne a történetben, kevésbé vagy bevonódva, egy kicsit egy ilyen objektívebb látásmód lesz a tiéd. Bármit megbeszélhetsz magaddal, az a jó, hogy nem fog kikerülni, nem fog visszaütni rád. Én azt gondolom, hogy ettől ilyen aha élmények várhatóak. Ha egyébként, és nyilván elképzelhető az is, hogyha egy nagyobb volumenű problémáról van szó, hogy nem találsz a magaddal való beszélgetés közben rá a megoldásra, akkor is legalább kimondásra került. Tehát ugye a betegségeknél nagyon, nagyon fontos az a biológika felfogásában, például a ráknál, hogy ugye ők azt mondják, hogy a rákosodási folyamat az zajlik minden pillanatban, de hogy ez általában vissza is fordul. És hogy akkor tud megmaradni a rák, és akkor lesz belőle komolyabb betegség, amikor 5 tényező együtt áll, és ebből az 5-ből az egyik az, hogy nem beszéled meg senkivel. Tehát, hogy itt belül marad, örlődsz és örlődsz és örlődsz. Tehát, hogy ki kell mondani a dolgokat, kívülre kell tenni, és akkor azzal már valami változik. Akkor már nem a kis mókus kerékben futsz körbe-körbe, hanem mókus kerék mellett, mondjuk. Nyilván biztos van olyan barátnőd, társad, akivel meg szoktad beszélni a dolgokat, ez is nagyon jól működik, de most javaslom, hogy egyszer próbáld ki azt, hogy magaddal beszéled meg. Jó beszélgetést!